6360 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus fertőzést az elmúlt 24 órában, ami ismét rekord közeli szám. Már mindenki a járvány enyhülését várta. Az elmúlt napok adatai biztatóak voltak, most azonban ugrásszerűen megnőtt. A halálesetek száma is elég magas. Újabb 115 többségében idős, krónikus beteg halt meg egy nap alatt. A kiugró esetszám növekedéséről az országos tisztifőorvos azt mondta, azért lett hirtelen magas az új megbetegedések száma, mert elkezdték az antigén alapú tesztek végzését, amelyek hozzáadódnak a PCR tesztekhez, így a további napokban is számíthatunk kiugró adatokra. Fontos tudni, hogy az elmúlt napon nem volt olyan személy, aki csak koronavírusban halt volna meg, számos alapbetegséggel rendelkeztek az elhunytak. A legmagasabb kockázat a betegségre, annak súlyosbodására és a komoly szövődményekre az idősek, a krónikus betegek mellett a dohányosok, emelte ki Müller Cecília. A tisztifőorvos elmondta, sajnos most már az egész országban jelen van a vírus, és bárki lehet fertőzött, ezért nagyon fontos a védekezés szabályainak betartása. Cegléden jelenleg 188-an vannak olyanok, akik igazolt beteggel találkoztak, és 117-en olyanok, akik igazolt betegek, és otthonukban gyógyulnak.